ezt még megtérjük. Na, hát akkor üdvözlök mindenkit. A 8. osztályozom a szerencsém, ugye? Jó, akkor én pedig Karádi Tamás vagyok. Elhaladt iskolában tanítok matematikát, fizikát. Most már nem meg sem romlott egy hány éve, mert már lassan már több mint másfél évtizede. Úgyhogy először is köszöntöm Önöket, és a következő két órában, hát fizika órát hajtanánk végre, kísérleteket hajtanánk végre, remélhetőleg mindenki olyan tapasztalatokat fog majd találkozni, amivel még jobban meg lehet érteni az elektromos áramnak a működését, viselkedését és tulajdonságait. Alapvetően kis bevezető pár gondolattal kezdenénk, és utána rátérnénk azokra a mérésekre, amit az asztalon látnak. Ugye a témakörünk az lesz majd, hogy ohm-törvényt, ha kinyitották a füzetet már többen. Ugye alapvetően 6 mérőcsoportot tudunk összeállítani. Bevezetésnénk még annyit, hogy a nagy lövünk az új laborunknak, a fizika témaköréig felelő méréscsoportjaink, méréscsomagjaink vannak, összesen 5 különböző témában, nevezetesen van mechanikából, hőtanból, elektromosságtanból, elektrostatikából és elektromos mágneses tulajdonságok vizsgálatára is, illetve hát optikából van még egy csomagunk, és mindegyik csomagból van összesen 6-6-6 egyforma mérőeszköz készletünk, úgyhogy így 6 csoportban tudunk dolgozni, úgyhogy már is megkérném majd Önöket, hogy lehetőség szerint úgy jöjjünk már, hogy egy-egy mérőcsoportban úgy nagyjából azonos diák számmal rendelkezünk, tehát mondjuk itt ezen a soron egy emberként megkérnék, hogy mondjuk oda, hogyha csatlakozna, akkor nagyjából egységesebbet lennék. Tehát, hogy próbálj már úgy elhelyezkedni, hogy úgy 4-nél többen ne legyünk egy mérő csoportban, jó? Meg itt is ugye egy tárca van, hát itt most 4-en vannak, hát itt meg 3-3, tehát volt ennek 4-en, de azért 5-en ne legyünk, jó? Na, tehát a mai témakörünk elektromosságtanhoz kapcsolódik. Ugye elvileg ennél a témakörnek a környékén járnak, jól tudom? Legalábbis tanulgattak ilyesmit? Mostanában azért volt ilyesmi elvilegzés során erről a témakörről tanulni kellett. Alapvetően elektromos áramkörökkel dolgozunk, hiszen hogy az elektromos áramhoz, hogy az elektromos töltések folyamatosan tudjanak haladni az áramkörben, ez egy áramkör kell létrehozni, ami átmiből. Ott egy segít egy kicsit az ábra, mindenki látja a füzetében is, illetve kivetítve is. Ugye az áramkör az úgy valósul meg, hogy a negatív kivezetésű módosítók irányából a miken keresztül, vezetékeken keresztül haladnak a vezetékeken a szabad elektronok, tudnak elmozdulni a pozitív vég felé, ahol elektron hiány van, és így az elektron folyamatos haladása képviseli az áramot. Közben miket látunk ott az eredetű fiúknak? Ő itt egy fogyasztó, így van. Ez lehet ugye ellenállás, tehát egy drótszálból álló ellenállás, de lehet éppen egy izzólámpa is, vagy lehet éppen egy motor, vagy nem tudom én, egy fúrógép, egy hajszállító, vagy bármilyen elektromos berendezés. Jelképes ez a tégla, amely ugye elektromos áramként, mint fogyasztóként lép föl. Azon kívül látunk még két berendezést jelölve. Ezeket kicsikét ilyen, hát nem teljesen precíz módon szokás úgy becézni, hogy a V betű arra utal, hogy mit mérhet ez. Voltot, szóval szoktuk úgy mondani, hogy voltmérő. Hivatalosan inkább úgy mondanánk, hogy mit mérő, feszültségmérő, ő pedig ampermérő, ami valójában áramerősséget mér. Így van. Már ez nagyon jól megy. A bekapcsolásáról mit kell tudni? Hogyan kapcsoljuk be a feszültségmérőt? Az ellenálláshoz képest így oldalágra, tehát úgy mondjuk, hogy vele párhuzamosan, áramerősségmérő meg át, hogy folyjon az áram, tehát őt meg sorosan kapcsoljuk be a hálózatba. Hát a mértékegységekről ennyit röviden. Feszültséget ugye voltban, áramerősséget amperegységben mérünk. Azért megjegyezném, hogy a mai napon fogunk mérni áramerősséget ennél kisebb mértékegységekkel is. Ugye az ezrel részét az elektromos áramerősséget, hogy nevezzük? Ugye 4 amper.
Tipikusan akkor használunk milliamper egységet, hogyha az áramerősség nem túl nagy, és a pontosabb mérés érdekében nem amper egységben kapcsoljuk majd a feszültségmérő berendezést, hanem ennél nagyobb, kisebb mértékegységekre. Mértek-e már ilyen eszközökkel? És mit, hová eljutottak is meg az ohm törvényi? Igen. És meg ki is mérték? Igen. Vagy csak mértek feszültséget, áramerősséget azért nagyjából. Digitális vagy mutatós eszközzel? Mutatós. Mutatós. Így van. Az analóg eszköz, az mire kell vigyázni a leolvasásánál, mint tanultak? Így van, tehát a maximális értéket meg kell becsülni, és annál az értékű mindenképpen nagyobb méréshatár állítsuk a berendezést. Különböző csatlakozók vannak ugye, mindegyes csatlakozási pont egy-egy méréshatárnak felel meg, és a várható értéket mindig fölül kell becsülni. Hiszen ugye, hogyha azt a mérés határt meghaladja a mutatónak, a mérés határa meghaladja az adott érték, akkor ugye a műszerünk el is romolhat. A hirtelen kicsapódó műszer ugye a mutatót tönkreteti. Hát ilyen probléma ebben az esetben jelenleg nem történhet meg, mert úgynevezett digitális műszert használunk. A belsejében olyan védelmi eszközök vannak, amelyek elvileg rossz mérésértékegység választásnál sem teszik tönkre a műszert, de azért nyilván vigyázzunk rá. És úgy tudom, hogy amikor 8 órakor elkezdődött az első óra, akkor megtörténtek azok a bizonyos balesetvédelmi oktatások, amelyekkel most is természetesen szükségünk van. A mi tápegységünk nem zsebtelep lesz, hanem ez a kék színű kis dobozka, amely váltakozó és egyenáramot is tud előállítani, viszont 220 voltos feszültséget vagy 230 voltos feszültséget csatlakoztatjuk. Mindenki kérnék, hogy ezzel megfelelően vigyázzunk, tehát mondjuk vizet semmiképpen ne érjen, stb. Stb. Mindenki ugye saját felelősségre használja ezeket az eszközöket. Ugye? Aláírták ezt a kis szerzét. Jó, de elvileg semmilyen baj nem történt, de félni nem kell. Tehát nyilván a maga mérés az ugye kis feszültség, körbefeszültséggel történik, de az eszközben magával, ugye a transzformátorával azért a magas feszültség is bemegy. Na, hát akkor alapvetően tisztában vagyunk a mértékegységekkel, mennyiségekkel. Hát volt, az kiről nevezték el volt egységét. Volt. Ki volt ő? Így van, Alessandro volt, akinek a, mi a ki volt ő, az első, aki? Hát ugye ez a... Hát nem ő mérte meg, csak róla nem szedik el, de ő volt, aki először áramforrás készítettem. Áramforrás, én mit használt ő? Vett különböző fémlapokat, és ilyen savban átítatott bőrdarabok közé helyezte őket, és azt vett észre, hogyha egymásra pakol ilyen bőrdarabokat és fémlapokat egymásra ilyen oszlopszerűen, akkor ezt úgy nevezik, hogy voltaféle oszlop, akkor a feszültség különbséget el tud tovább növelni, és akkor még magas feszültség áramforrás először készített. Aztán amperről mit kell tudni? Ez a francia, ugye? Ilyen furcsa égetet van a tetején. És ugye a kő... Tessék? A évetűnek, igen, nem az a hagyományos ég, amit visszafelé, na mindegy. Szóval az ő tiszteletére pedig elnevezték a mértékegységet egy ambernek. Jó! Hát akkor rátérnénk a mai mérési dolgainkra. A méréshez tehát a tápegységet használjuk, a szürke tápegységet, amelynek a bal oldalán van a 220 voltos csatlakozási pont. Elsőként ezt csatlakoztatnánk a hálózatra. A sorrendet mondanám, kézbe veszünk a 220 voltos tápcsinót, a fekete színű, akinek össze van köpegelve, azt kössük már szét, akinek még maradjon a köpegelő, és a kisebbi csatlakozót, azt ennek a kék doboznak a oldalában jó masszívan bele kéne tolni, jó? Nem úgy, hogy lökögni, hanem jó rendesen bele kell tennie. Meg kell fogni a kéket az oldalát, és akkor úgy nem leszakítva a fénylemezről, de jó rendesen csatlakoztatni kell. Legyen rendes kontaktus, mert ugye kínessen, jó? Ezután csatlakoztatjuk a kék színű csapóajtót, fölhagyva a világdugót a 230 voltos hálózati feszültségre. És akkor egy nagyon gyors kis ellenőrzés, még nem jutunk sehol sem zsinór, hanem csak annyit kérnék, hogy ezt a zöld kis kapcsolót, ha bekapcsoljuk, akkor meg világítania kell, jelezni, hogy működik a rendezés. Oké? Jó, tehát oké, akkor kapcsoljuk ki, és akkor kezdjük el a mérést. A méréshez egy kis táblázatot is készítettünk. Mindenki legyen szíves most már kinyitni a füzet lapocskáját, és annak is a táblázat részét, és a táblázaton a következő adatokat látjuk. Feszültség adatokat, aztán áramerő
felelősségadatokat kétféle mértékegységben. A berendezésünknél, hogy minél pontosabb legyen a mérés, nem amper egységeket olvasunk le, mert az nem lenne elég pontos, hanem milliamper vagyis ezred egységeket fogunk leolvasni. Ezen az értékeket után át fogjuk váltani amper egységre, nyilván ezerszeres szorzással, és a végén azt kell majd megvizsgálni, hogy a feszültség és áramerősség értékeknek milyen a hányadosa. Úgyhogy akkor első lépésként először is meggyőződnénk róla, hogy a berendezésünk hát milyen feszültségről fog működni. Hogyha kikapcsoljuk az eszközt, hány voltos feszültséget ad le? Nyilván akkor nulla. Úgyhogy ide vannak írva azért az értékek, de ugye fizikában semmi nem úgy igaz, ami oda van írva. Minden, amit mérünk, azt kell elhinni. Tehát ennek hivatalosan ilyen értékeknek kéne lenni, de természetesen nincs két egyforma berendezés, nincs két egyforma tápegység, és természetesen a hivatalos értékektől el fognak térni a konkrét mérési eredmények. Úgyhogy mindenkinek saját magának kéne beírni a füzetébe, hogy mekkora feszültségekkel dolgozom. Természetesen a nullát nyugodtan mindenki beírhatja, mert ez a kikapcsolt állapot. És innentől kezdve akkor kérném a következőt. Most kezdenénk használni akkor a mérőeszközünket. A mérőeszköz ugye egy úgynevezett univerzális mérőberendezés. Az, hogy univerzális az azt jelenti, hogy ezzel a berendezéssel hát elvileg mindent lehet mérni, annak függvényében, hogy ezt a kapcsolót éppen melyik állásnak fordítjuk. Amikor kijön hozzánk egy TV szerelő, elegendő neki egyetlen ilyen eszközzel kigondolja, és ezzel az egy egységgel hát elvileg mindent tud mérni. Nevezetesen ezen a tartományon, tehát ha óraként képzelünk erre rá, akkor itt a 12-estől indulva körülbelül úgy körülbelül 7 óráig találhatóak ugye a feszültségértékek. Ha ebbe az állásba fordítjuk a gombot, akkor itt feszültségértékeket mérünk a különböző kivezetéseken. Ha tovább fordítjuk az eszközt, akkor egy A betű felirat felé hajlik a gomb, vagyis áramerősség mértékeket, mértékegységeket, vagyis amperegységet mérünk le. Ha pedig ezen a tartományon tartózkodik a nyomógombunk, tehát körülbelül úgy 10 órától élik, akkor az azt jelenti, hogy ezen a tartományon pedig ugye ohm, omega jelölésen ott megjelölve, ez az ellenállás értékeket méri. Tehát ez az eszköz elvileg mindenféle tartományban, és mindenféle értéket tud mérni, ami elektromos esetben elképzelhető. Először is ugye ellenőriznék a tápforrásunknak a feszültségadatai, azt a bizonyos másfél voltos ugrásokat, előre szólok, hogy nem annyi lesz. Tehát amit megmérünk, azt kell elfogadnunk. A méréshez egyenáramú tápot fogunk használni, tehát a piros és a kék kivezetését a kék dobozkának. Látjuk, hogy ugye maximálisan 6 voltos feszültségig fogunk dolgozni, tehát milyen mérés határt választunk az itt felajánlottak közül, amiben a 6 még bőven benne van, de azért elég pontos lesz a mérés. Tehát érdemes választania, hogyha nézzük ugye a pontos értékeket, akkor a mit választunk, ami lehetséges. Hát a 20 az tökéletes, ugye? A 200 az túl nagy, tehát nem ez elég pontos. A 2000 millivolt, az pedig azért mondjuk az 2 volt, tehát 2 volt az meg ugye túl kevés, mert nekünk ugye van mit mérni. Tehát mindenki állítsa már körülbelül errefelé a mutatót. Fontos, hogy a mutatónak a nyíl része, tehát a belégnyugó része mutasson oda, nem volt fordítva. Tehát 20 voltos feszültség, azt mondjuk. A csatlakozási pontok pedig hol lesznek? A feketéhez mindig csatlakozni kell. Illetve, hogyha volt egységben akarunk mérni feszültséget, akkor a kis csatlakozók megy, a piros csatlakozók megy oda mérni, hogy mit, hol kell mérni. Ezen a helyen a 10 amperes mérés határt kell használni, itt az omega milliamper, tehát áramerősséget és ellenállást, feszültséget pedig itt a fönti pirosba kell majd csatlakoznunk. Na, a mérésen elő kéne venni a negyed magyarból, lehetőség szerint hosszabb vezetékeket, és akkor mondanám, hogy mit hova csatlakoztatunk. Jó, van röviden hosszabb vezeték, próbáljuk két hosszabb blokkot elővenni, amivel tudunk dolgozni, és akkor mondanám a csatlakozási pontokat. Jó, először is csatlakozunk a tápegység piros lyukójába. Jó, sikerült? A tápegységnek a piros lyukójába egy zsinort, teljesen bele kell nyomni többé, kicsit szorul, de az a lényeg, hogy a kontakt jó erős legyen. És a másik végét pedig csatlakoztassuk, a feszültségmérő berendezésünk piros, és ugye
feszültség mérési pontjába, tehát a jobb felső pirosba. Jó? A jobb felső csatlakozóba. Vegyünk elő egy másik ugyanilyen hosszú vezetéket, azt pedig csatlakoztassuk a kék csatlakozóba a tápegységet, azt pedig ugye nincs kék, tehát akkor a fekete csatlakozóba, a feketében mindig kell csatlakoznunk. Az középen van a feszültségmérő berendezése, amit mutasson, és valami be kell kapcsolni a piros gombbal, jól be kell nyomni, és akkor úgy van a bekapcsolt állapotban. Jó? Mennyit mutat most a műszer? Nulla. Meglepő? Nem, mert általában nulla volt, hogyha ki van kapcsolva. Na, akkor kezdjük el a méréseinket. Feladat az lenne, hogy kapcsoljuk be a tápegységet. És akkor olvassuk be, hogy ha másfél voltra van állítva a berendezésünk a tekerőgombbal, akkor ténylegesen milyen feszültséget ad le a berendezés? Mennyit? Hát az még jó, az nagyjából nem szabad hibás lenni. 1,5 volt. A voltegységet nem kell beírni a táblázatba, ma már föl van írva a táblázat tetején. Viszont ha egyet kapcsolunk a kapcsolón, mégpedig a tápegységnek a fekete gombját, tekerünk egyet, hitni, és átkapcsoljuk a 3 voltos feszültségre, akkor látni fogjuk, hogy az már nem 3 volt, hanem mindenki egy kicsit más. 3,1. Jó, akinek nem annyi, az annyit ír fel, amennyit ő mér. Tehát nem feltétlenül mindenkinek ugyanannyi lesz. Akinek van más, akkor más értékkel fog számolni. De körülbelül 3,1 körül érték. Jó, gyorsan még egyet kapcsolom. És a 4,5 helyett? 4,7. Jó, kinek mennyi? Ha van egy 4,8, akkor azzal tudunk számolni. És utolsó álláspont? 6,31. Jó, ha valakinek 6,3, akkor ugye azzal számol, vagy 26, valaki sokfélét, amit ő leolvas, az az értékkel kell számolni. Jó, sikerült mindenhol megmérni? Jó, valami hasonló értéket kaptunk. Látjuk, hogy ez a kis feketével elebeírt értékhez képest azért jelentős eltérés van. Tehát 3,1 érték a 6 egységnél azért az már 5%, tehát azért az jelentős különbség. Na, és akkor most rátérnénk arra a mérésre, ami valójában a lényegi része lenne a mérésnek, ugye a feszültségértékek mérésére, áramerősség mértékegységek mérésére. Ehhez ugye a kapcsolót egy másik álláspontba kell kapcsolni, és nem párhuzamosan, hanem ugye sorosan kell bekapcsolnunk a rendszerbe. Hát én azt mondanám, hogy kapcsoljuk ki az eszközt, ha a feszültséget hajtsuk vissza másfél voltra, mert onnan kezdenénk meg megint a mérést, és minden zsinót húzzunk ki, az a legegyszerűbb, mert igazából ezek a zsinórok most nem mindegy csatlakoztatva, hanem párhuzamos kapcsolás helyett sorosan. És akkor a tárcán található ellenállás. Ugye az áramkörhöz mindenképpen kell egy fogyasztó, hiszen ha az áramkört úgy kapcsoljuk, hogy ellenállás nélkül, akkor azt úgy nevezzük, hogy ha fogjuk a vezetéket és így önmagát az áramba becsukjuk az áramba, az rövid zár, és ez bizony a tápegységet tönkre teszi, tehát nem egészséges általában nem most berendezést rövid zárással rövid zárni, tehát önmagában zárulóan zárni a tárcát. Ezért mindenképpen ellenállásokkal dolgozunk, kettőt is találunk a tárcán, két műanyag is dobozkák, az egyik az van, hogy 33, a másik az, hogy 47. Most azzal kezdenénk a mérés, hogy 33. Nagyon praktikusan egy kis lábai vannak ennek a kis doboznak, tehát erre a fémlemezre, amelyik ott van a tápegység mellett, a fémlemezre, pont rá lehet kattantani, úgyhogy csináljuk már rá a fémlemeznek a közepére, hogy nem mozogjon a mérés során. Kicsit azért közelebb, jó, és csak azt használjuk még egyelőre, ami azt mér, hogy 33, jó. A 47-es még kicsit tegyük félre. Na, sikerült? Nem kell félni, talán nem törik el, hogy oda csak így nyugatkozik, hogy jó, bekattan a két lába, és azon nem nagyon lehet levenni, csak nem nehezebb, hanem nem. Na, ha mondanám a zsinórok sorrendjét, jó? Most már 3 zsinórra lenne szükségünk, 3 lehetőséget hozta a vezetékre, és akkor induljunk el. Csatlakozzunk az első vezetékkel a tápegységünk piros kivezetésére, pirosra, jó? A másik végig a zsinórnak dugjuk bele az ellenállás egyik kifutatésében. Két egyformányos kifutatás van. Jó. Következő lépésként
a következő zsinór, dobjuk bele az ezenállás másik kivezetésébe, szembe vele, másik testben. A másik végét a zsinórnak pedig csatlakoztassuk a berendezésünknek a áramerősség mérési csatlakozási pontjára mini amper egységet fogunk mérni, mint ahogy megbeszéltünk, az pedig nem a fönti, hanem a lenti. Tehát a jobb oldal lenti csatlakozási pontba. Ezt oldalúgjuk be, ami a következő zsinór. Jó, és a harmadik zsinór következne. A harmadik zsinór pedig bedugjuk a két tárgyegység csatlakozóba. A másik végén pedig a feketébe oldalunk mindenképpen az zárókör. Jó, én annyit tennék, hogy rápillantok, jó, hogy így nagyjából rendben van-e. Prima. Jó. Elég rendben vagyok. Hogy azért nehogy valami rövid zár legyen. Akkor azért csak tönkre teszi a távegységet. És akkor még egy dolgot nem tettünk meg, mint nem. Hát még nem nagyon kapcsoljuk be, mert most még milyen állásban van a kapcsoló. Most ugye feszültséget akar mérni, de most nem feszültséget akarunk mérni, hanem áramerősséget, ezért tekerhetni a gombot, hol a kéne, hogy milliamper. Megkeressük az A betű feliratot, az hol van? Hogy lefelé is azon még kicsit túl, és milyen mérés határok kellene kapcsolni. Mit találunk, ami valószínűleg jó lesz? A 20 milliamper ez kevés lesz, 200 a tökéletes lesz nekünk. Ugye 20 milliamper az még csak 200 amper, mert azért annál nagyobb áramok folynak. 200 M betű, kis M betű lesz utána megvan. Körülbelül 7 óra környékén találkozza a gomb. Megvan? Jó? És akkor most be lehet kapcsolni. Hát nem az, nem a tápegységet, a feszültségmérő berendezés. Most egy kicsit várni kell, le fog esni a feszültség, mert most nem egy kondenzált és a feltöltődött. De előbb-utóbb visszaáll milyen értékre? Nyilván nulla. Tehát ha bekapcsoljuk a feszültség vagy áramerősség mérő berendezést, az 0 milliampert mutat. Nyilván miért? Hát mert nulla volt a feszültség is, tehát nyilvánvalóan nem nagyon van áram sem. Jó, most kapcsoljuk be a tápegységet, és innentől kezdve akkor legyen szívesek minden egyes feszültséghez tartozó milliamper egységet feljegyezni. Bekapcsoljuk a tápegységet, és akkor látni szeretném, hogy körülbelül milyen értékek azonnal. Egyet majd fölírnék, amit az önökért jó, majd indultak, mi volt az első? 43,9, vagy írjam már jó, táblára, hogy legyen nekünk is egy érték. 43,9. Akinek körülbelül ennyi az tökéletes, második kapcsolás. 90,5. Jó, harmadik állásban. 137,3. És hogyha 6,3 voltat kapcsolunk. 180. Utólag láttuk, hogy a mérés határt jól választottuk, mert semmikor nem lépte túl az érték a 200 milliamperes maximális értéket. Viszont láthatjuk, hogy a 20 milliamper tömeggel is lett volna, már az első mérésnél túllőtte volna 43 milliampert. Jó, akkor egy kis matematika következne. Az elsőt azt én vállalnám, a 0 milliamper az 0 amper egységet is jelent. Innentől kezdve szeretném kérdezni, hogy a 43,9 milliamper az hány amper? Mennyi a váltószám? 1000. 1000-el kell osztani, az amper az 1000 szeres mértékegység. 0 egész, ez nyilvánvaló. És utána? 439 ezred? 10 000. Csak 10 ezred, ugye? Mert 4-et, vagy 3-mal odépíni a tizedes egyet, tehát azt mondom, hogy ez 439, az még csak a százada. Tehát még egy nullát be kell iktatni, tehát 0 egész, 0, és úgy 439, 10 ezred. Mindenki egyetért, ugye? Mutatom még egyszer. Tehát a 43,9-hez képest 1-2-3 tizedes egyet odébb tennünk, jó? Ugyanígy most már könnyen megy a 0 egész, 0,905, 905, 10 ezer, aztán innentől már a 137 milliamper, az 0 egész, és akkor már 0 nem kell, 1, 3, 2, 3,
Az utolsó pedig 0,1842, ugye egyetértünk vele. És akkor most kellene a számológép, idáig nagyon nem kellett. A feladat utasítás annyi lenne, hogy legyünk szívesek elvégezni a mérést, úgy befejezni, hogy számoljuk ki a megfelelő feszültség és áramerősségetékek hányadosát. Jó? Fontos, hogy mit osztunk mivel, tehát a feszültséget osztuk el az áramerősséggel. Az első mérés eredményre mit mondunk? A nulla voltot elosztani a nulla amperrel nem lehet, mert nullával nem osztunk, ezért ezt én kihúznám. Innentől kezdve viszont leszértem a dolognak, tehát számológép elő, 1,5-ös osztva 0,0439 tízezreddel. És a hányados értéke lesz? A másodiknak már van értelme. 34,446. Akkor kerekítünk tettük itt, jó? Jó, következő hányados az 3,1 tized osztva 905 tízezreddel. Közben ugye azért a főkapcsolót kikapcsolták, jó? A zöldet, hogy azért nem működjön feleslegesen. Jó? Tehát 3,1 osztva 905 tízezreddel. 34,25 százal. Jó? Aztán a 4,7-et kellene osztani az 1373 tízezreddel. 32,7. Jó, és az utolsó hányados az 6,31 század osztva 1842 tízezred. Mindenki számol, ugye? No, mondjuk mennyi adatot. Mennyi lett a negyedik? 30? 4,25. Ja. Na, és akkor lényegében egy mérési részen túl vagyunk, az első részén, és akkor a következő kérdéseink lennének. Hát mi az, amit megállapíthatunk a mérés alapján ezen táblázatból? Több információt lehet ebből vonni, következtetéseket össze lehet gyűjteni belőlük. Mi lenne az a következtetés, amit le tudnánk vonni, ha ránézünk a táblázatra? Úgy van, tehát első alapvető észrevételünk, még mielőtt az utolsó osztotot kitöltöttük volna, vegyük észre a következőt, hát nem pontosan természetesen, mert ugye a mérésnek vannak hibái, de mindenképpen a másfél voltak a 3,1 ugye a jó kétszeresek. Ha megnézzük ennek az értéknek, akár amperben, akár milliamperben hányszorosa lett, hát 44 körüli érték, annak a dupla 88, egy kicsit több. Tehát elmondhatjuk, hogy ahányszorosa lett a feszültség, nagyjából annyiszorosára változott a áramerősség is. Ha megnézzük a másfélhez képest a 4,7-et, az olyan jó háromszorosa, ehhez képest a 44-es értéknek a 137 szintén olyan jó háromszoros értéke. Vagy ehhez képest ez az érték olyan jó négyszeres, ehhez képest is ez olyan jó négyszeres érték. Matematikából erre azt mondták, hogy a mennyiségek milyen kapcsolatban vannak egymással, egyes arányosság. Na, hát elvileg 8. osztályban már jó lenne, ha három különböző dolgot tudnánk nekem mondani egyes arányosság mennyiségek között ilyen kapcsolatról, egyes arányosságról. Egy az, hogyha valamelyik mennyiség valahányszorosan változik, akkor hozzátartozó érték már is ugyanannyiszorosan változik. Ezt nagyjából a mérésünk igazolja. Mi az, amit még egyes arányosságról tudni illik? Ilyen forma már azért illő ismerni. A következő információt, igen. Úgy van, mindenki hallotta. Matekorában mit tanulták ezt? Egy rózsa
rózsa, 200 forint. 5 rózsa, 500 forint. A hányszoros változik az egyik érték, a másik is a hányszoros ára. Az is igaz, hogy az árt, hogy elosztjuk a mennyiséggel, mindig mennyi a hányados, az árat elosztjuk a mennyiséggel, 100 per 1, az 100. 200 per 2, az is 100. 500 per 5, az is 100. Tehát a megfelelő értékeknek az aránya, az nem változik. Ez igaz ebben az esetben? Ugye a harmadik oszlop az az értékeknek a hányadosa, tehát az arányuk. Tehát megvizsgáltuk, hogy a feszültség és az áramerősség az milyen hányadosokkal rendelkezik. Ha kettőt egymással elosztjuk, hát nem is teljesen tökéletesen, mert akkor nem mérés lenne, hanem egy matematikai példa. De a fizikában ugye a mérési berendezéseiknek a hibái miatt kis eltéréssel, de azért nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy azért az értékek hát közelítőleg hányadosok állandó. Ki az, aki a történelemben ezt először tapasztalta, hogy a feszültség és áramerősség értékek hányados állandó? Ő volt Ohm, németországi fizikusunk, és ugye őről nevezték el a törvényt, ugye milyen törvénynek? Törvénynek. Mi a neve ennek a mennyiségnek, ha már egyszer állandó, nevezzük már előtt valahogy, és ez lesz az elektromos berendezéseknek az ellenállása. Így van, tehát az ellenállás, amit külön betűvel is jelölünk, ugye, R betűvel, ezt innentől kezdve az elektromos berendezéseink ellenállásának fogjuk nevezni, és ugye bevezetési módja úgy történik, hogy a feszültséget elosztjuk az adott berendezésen átfolyó áramerősséggel, mivel ennek hányadosan mindig állandó, akármilyen feszültséget is választunk, annak hatása olyan áram indul meg, aminek hányadosan nem változik, így aztán ezt az állandó értéket elnevezték a berendezésre jellemző mennyiségnek, vagyis elektromos ellenállásnak. Mértékegysége az egy görög betű, ez a görög ABC-nek az utolsó betűje omega. Hát azért nevezzük omegának egy kis érdekesség, miért nem O betűvel jelöljük az ellenállás mértékegységét, hiszen Ohm az O betűvel kezdődik. Általában ugye a fizikai mennyiség, annak a fizikusnak az első betűje szokott lenni. Tehát amper az A betű, a volt a volt, aztán ugye, mit tudom én, zsúl, E betűvel írja a nevét, stb. Stb. Hát miért nem O betűvel jelöljük a mértékegységet? Egy kis. Tessék? Nem? Akkor megmutatom miért nem. Következő írjuk fel, az ellenállás mondjuk hány ohm legyen? Nulla. Nulla ne legyen. Nulla miatt. Mennyi lehet itt nekünk? 30? 34. Fölírt, nem? R egyenlő 34 ohm. Miért? 340. Senki nem venni észre, hogy egy lobetűnál tudnál nézni. Ezért ugye nem lobetűt használunk, hanem azt mondjuk, hogy 34, és ugye görög betűt használunk, és ez a görög betű, hát ez a görög lobetűnek felel meg, és akkor így mégiscsak megvan az lobetű, de hát mégsem a nézhető dolog. Hát egészen szépen ezt azért így kéne írni, ugye? Így van valahogy a görög nyomtatott omega, de azért kicsit ilyen trehányok szoktuk írni, de azért senki nem nézi a számára, hogy ezt írjuk. Na, szóval akkor innentől kezdve a mértékegysége is rendben vagyunk. Ugye azt mondtuk, hogy három dolgot kéne tudni az egyes arányos mennyiségekről. Egy, hogy a megfelelő értékek pedig ugyanis arányosan változnak. Kettő, hányadosok állandók, ezt ki is használjuk a fizikában, jól lenne, hogy megfordulunk a széken. Harmadik pedig, mit kéne még tudnunk az ellenállással kapcsolatban, az egyes arányossággal kapcsolatban, hangosan. Grafikonon mit tudunk? Segít a füzetünk, ugye alul van egy kis grafikon, ami azt sugallja, hogy itt van egy grafikon fog készülni. Na, mit tudunk a grafikonról? Ha átállunk egy egyes arányos mennyiség, akkor úgy van egy lineáris ügymény, ráadásul milyen lineáris ügymény? Poligon átmenő egyenes vonalon. Így van. Na most akkor a legszemléletesebb és legszembetűnőbb bizonyítéka az lenne az egyes arányosságnak, hogyha elkészítenénk ezt a grafikont, úgyhogy mindenki legyen szíves egyet lapozni, és akkor a következő lapon megtalálnak egy elkészített grafikont, amely grafikonban legyen szíves mindenki ábrázolni az ő általa mért értékeket. A grafikon ugye a következő lapnak az alján található, első kérdésem a beosztás lenne. Milyen feszültségértékekkel dolgoztunk? Nullától 6,3
hivatalosan 6, de nem annyi volt az, egy kicsit több. Ezért ugye a beosztást úgy kell elkészíteni, hogy a lehető legjobban használjuk ki. Tehát egy beosztás, egy volt. Azt mondanám én, hogy ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát Isten a 6,3, majd egy leheletnyivel túl fog rajta lógni, de azért már ne csináljunk kettesével egyet. Fölfelé pedig hány amperig kell ábrázolni a dolgot, vagy hány milliamperig kell elmennünk a növekedésbe. Ugye a mérés határunk 200 volt, ez 180 valami, tehát ha mondjuk én azt mondom, hogy 20-asával, ha vennénk, nézzük meg, az jó lesz-e, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, az tökéletes, ugye? Tehát mondjuk 20 milliamperenként választanánk egy-egy beosztást, mondjuk azt, hogy 20, 40, 60, 80, 100, aztán 120, 140, 160. Annyit tegyünk már meg, hogy azért teljesen precízek legyünk, hogy ez nem amper, hanem ugye milliamper egységet jelent. Tehát tegyük már oda azt a megjegyzést, hogy ez a milliamper és nem amper. Javítsuk már ki, hogy a amper elérünk, vagy egy betűt, vagy föléje, hogy ez milliamper. Hát a pontokat megpróbáljuk minél pontosabban ábrázolni. Első pont az rendkívül pontos, 0 voltnál, 0 milliamper, tehát indulunk az origóból. Jó. Második pont, ez 1,5 voltnál volt. Ez azt jelenti, hogy az 1-es és 2-es között pontosan félúton vagyunk. Milyen áramerősség tartozott hozzá? 40? 44. Hát 44, az 40-től kicsit több, valahol itt van, következő pontot valahol oda kéne tenni. Jó? Körülbelül oda kell tenni. Következő pont az a 3,1 volthoz tartozott, tehát egy picikével több, mint a 3, egy leheletnyivel, kicsit utána egy tized részével, és tartozik hozzá milyen feszültség? 90? 92, az 90, az pont 80 és 100 között van, tehát hogy körülbelül fél úton, következő pöttyök ide kerül. Harmadik pontunk az 4,5 voltos értéke szabik, vagy 4,7, tehát a 4 és 5 között egy kicsit közelebb az 5-öshöz, és hozzátartozó áramerősség volt 100, segítsenek? 134, fölfelé haladva, itt van a 130, kicsit fölé, ide. Jó, utolsó pedig ugye 6,3 volt, tehát kicsikét túlmegy a 3-on, körülbelül 3 tizeddel, körülbelül egy leheletnyit, és fölfelé pedig 184 volt, ugye? Ha itt van 160, itt van a 180, a fölé kell egy picit menni, tehát erre is arra is egy kicsit ki kell lózni, valahol itt vagyunk mi. Kicsikét fölötte, mint a 180, és kicsit túl, mint a 6,3. Jó, esetleg, ha valakinek van vonalzója, meggyőződhet róla, hogy mennyire illeszkednek egy egyenes, vagy mennyire nem. Jó, azért mekkora vonalzót én nem hoztam ide a tábla, azért megpróbálom talán kétszer összekötni. Hát, mert majd beszélünk róla, ugye, hogy minden mérésnek van hibája. Nyilván a berendezésünk nem tökéletesen pontos értéket mutat. Vannak elmérések kétségtelen, de azért rá lehet fogni, hogy ez egy egyenes arányosság. Azért szerintem egészen szépen adódik. Tehát, hogy a táblán ránézünk, úgy hát messzire nem is látszik, hogy nem teljesen pontos az adatok. De mindenképpen nem más körbehez egyenes. Ha jót akarjuk gondolni, akkor el lehet hinni. Jó. Virágszálat. A következő lenne hátra. Ugye ezt a mérést kéne megismételnünk minél gyorsabban, még szület előtt, a másik ellenállását tenni. Semmit nem szedünk szét, csak annyit csinálunk, hogy a felzárásból kiszedjük a két zsinort, és a másik ellenállásra kicseréljük. Jó? Az ellenállás nem tudna levenni, tegyük felé a másikat, mert az megint 47, ott csak akasztassuk be azt. Jó? Tehát tegyük fel a tárcára a másik ellenállást, és egyszerűen csak két zsinort küzdjük át a másikba. Jó, az a másik az már a felfér. Tehát annyi, hogy a 47-es értékre. Mit gondolunk, mi lehet a 47? Az előző az volt, hogy 33. Vajon mi lehet a 33? Annyi volt az? Az ellenállás. Tehát valószínűleg ez 47 gyors ellenállás, most már nyilván mindenki tudja. Legalábbis ezt várjuk. Hogy ez tényleg így van-e? Ehhez tartozna a
táblázat, úgyhogy legyenek szívesek a lap tetejére visszamenni. Nem kell gondolkodnunk a feszültségadatokon, azok ugyanazok. 0, aztán 1,5, innentől 3,1, ugye? Jól emlékszem? Aztán 4,7, ugye? És az utolsó 6,3. Hát ezt már még egyszer nem kell megmérni, ez valószínűleg változott. És akkor jöhetnek a milliamper egységek. Az első 0, és már is a gombot kapcsoljuk ugye 1,5 voltra, jött az első érték. Hangosan valaki? Jó? 31,25. Jó. Kettes állapot a kapcsolónak. Jó, mindenkinek más lehet egy picit. Kap kettes állás. 64,9. Gyorsan, még egy kapcsolás. 98,3. Nagyon jó. És az utolsó, 100? 31,6. Jó. Aha, ez fontos. Ne kapcsoljuk még ki rögtön, csak nézzük azt a műszert. Mi történik? Gyorsan elolvasták, 131,6, és már most nincs annyi. Már csak? Mennyi? 131. Már csak 131. És folyamatosan? Ugyan miért? Fáradt, hirtált egység, vagy mi? Van itt libidó? Nagyobb az? Ellenállás. Lehet. No, hát megbeszéljük még a következő órán. Idáig jutottunk, innen folytatjuk, jó? A távegységet egyesülés megtartani, jó? Az zöld gombbal. Marad minden, hogy jó? Maradhat magadnak. Thank you.